Köszöntöm Vég Lászlót, most már mint Sümeg város polgármesterét, hiszen letette az esküt, és néhány napja polgármester, sokakba felszokott merülni ilyenkor a gondolat, hogyha valami új dologba kezd, hogy anyám, én nem ilyen lovat akartam. Volt-e ilyen érzése? Én is köszöntöm a nézőket. Nem azért ilyen, nem, tehát nem ennyire veszélyes a dolog, hála Isten. Természetesen vannak olyan dolgok, ami még nekem is új, vagy viszonylag új legalábbis, olyan pozícióból, mint polgármester, tehát nyilván azért kell egy kis idő, hogy akklimatizálódjam, de nem, hál' Isten nincsenek ilyen gondjaim, és az külön öröm egyébként, hogy az alakuló ülésünkre ennyien voltak kíváncsiak, ebből volt is egy kis bonyodalom tulajdonképpen, mert nagyon sokan kívül rekedtek a nagy termen. Én úgy érzem, hogy ez egy jó előjel az új testületnek és nekem, mint polgármesternek. Amikor átadta a hivatalát, akkor megnézte, hogy mit kapott. Mi a tapasztalata eddig, hogy milyen önkormányzatot vett át? Hát erről most olyan nagyon bőven nem szeretnék beszélni. Természetesen megtörtént a hivatalos átadás, átvétel a leköszönő polgármester úrral, Rátusi Ferenccel. Tulajdonképpen a költségvetés az úgy tűnik, hogy nem olyan veszélyes, tehát nem kezelhetetlen az a tulajdonképpen hiány, ami látszik. Egyébként meg hát vannak persze olyan folyamatban lévő ügyek, amelyek nagyon sürgős megoldást igényelnek. Például a pályázat, amit nyertek a hőszigetelésre, tehát ami folyik a munka most a polgármesteri hivatalnál, illetve a művelődési háznál. Hát ott vannak finanszírozási gondok, de azért megoldhatóak, de annak bizony neki kellett állni már tulajdonképpen a legelején, mielőtt még letettem volna a polgármesteri esküt. Megválasztották az alpolgármestert, és egy alpolgármester lett. Miért? Átgondoltuk a dolgot a csapattal, akikkel indultam a választásokon, és úgy gondoltuk, hogy mivel ők közöttük sok olyan ember van, aki vállalkozó, cég tulajdonos, lehet, hogy meg tudjuk oldani úgy is, hogy az alpolgármester nem főállású lesz, ha én, mint polgármester, mint főállású polgármester, valóban minden energiámat ebbe a szép feladatba fektetem. És tulajdonképpen, amikor a választás Kovács Lászlóra esett, ő biztosított arról, hogy igaz ugyan, hogy a könyvelő irodája nyilván veszel tőle időt és ad neki feladatokat, de azért ő tud foglalkozni a feladataival, amit várhatóan, mint a polgármester vár rá. Ezek egyébként elsősorban most a legelején az ipari területünk, ipari parká fejlesztése. Ez lesz az ő fő feladata most az első fél évben, egy évben mindenképpen. Miért pont Kovács úr esett a választás? Én úgy gondoltam, hogy két olyan ember lenne, aki alkalmas egyrészt erre a feladatra, és méltó is rá, és ideje is van valóban, hogy mint társadalmi állású alpolgármester ellássa becsülettel ezeket a feladatokat. Idősebb papimre jött szóba, még Kovács Lászlón kívül. Idősebb papimre viszont jelezte, hogy ő ugyan minden energiájával és minden aktivitásával mellettünk lesz ezután is természetesen. Elsősorban az ilyen műszaki dolgok területén, vagy a városfejlesztés építkezések területén, de nem szerette volna elvállalni ezt a pozíciót, ami azért nagyon sok olyan feladattal is jár, hogy rendezvényeken kell megjelenni, beszédeket, köszöntőket tartani adott esetben. Így aztán Kovács Lászlóra esett a választás. Én egyébként örülök is neki, mert igaz, hogy Kovács Lászlót nem olyan túl régóta ismerem közelebbről, természetesen nagyon régóta ismerjük egymást, de tulajdonképpen ebben az utolsó fél évben kerültünk olyan kapcsolatba, hogy napi szinten találkoztunk, de ebben az utolsó fél évben valóban olyan embernek ismertem meg, aki lelkiismerettel és becsülettel elvégzi a feladatait. Megválasztották a bizottsági tagokat, elnököket, külsős tag most nagyon kevés került be. Mi ennek az oka? Ennek tulajdonképpen az az oka,
hogy ugye törvény szabályozza, hogy a belsős tagoknak többségben kell lenni, és két bizottságunk, illetve hát az ügyrendivel együtt három, de az ebből a szempontból tulajdonképpen nem számít, hiszen az ügyrendiben csak megválasztott képviselők lehetnek. Tehát az oktatási és a szociális bizottság is olyan, hogy három tagúra terveztük, és ugye ebből adódóan két belső tag és egy-egy külső tag van, míg a gazdasági bizottság az meg fel is lett egy kicsit duzzazva, 7 fős, és ott ez meg is van, tehát 4 belső tag és 3 külső tag, így tehát összesen 5 külsős tagunk van a bizottságoknál. Kik lettek az elnökök? Az elnökök az ügyrendi bizottságnál dr. Rédei Zsolt, a gazdasági bizottság elnöki pozícióját is dr. Rédei Zsoltra bíztam. Úgy gondolom, hogy egyrészt a jogi ismeretei miatt az ügyrendire mindenképpen predesztinálva volt. A gazdaságinál pedig szintén úgy gondoltam, hogy mivel a tagok között vannak gyakorlalkozók, nem olyan fontos, hogy az elnök is maga az iparban, a vállalkozásban annyira otthon legyen, talán többet fog számítani az, hogy az önkormányzati munkában gyakorlott. Az oktatási bizottság elnöke Németh Zoltán tanár úr lett, hát ez szinte adódott, Illési Bolya pedig megkapta a szociális bizottság elnöki posztját. Ő az előző ciklusban is, mint külsős tag ott tevékenykedett, és ő egyébként is a szociális bizottságban szeretett volna tevékenykedni. Biztos vagyok benne, hogy képviselőasszony nagyon kiválóan el fogja látni ezt a feladatot. A képviselők már az alakulósán lemondtak a tiszteletdíjukról. Egyértelmű, egyöntetű volt a döntés? Hát igazából nem. Tehát ez a sümegiekkel sümegért választási szövetség, a csapat, ők igen, tehát ők egyöntetűen lemondtak. Mi ezt tulajdonképpen már hónapokkal ezelőtt megbeszéltük, tehát hónapokkal ezelőtt felmerült ez akkor még a képviselő jelöltekben, hogy ők dolgozni szeretnének a városért, és nem azért dolgoznak, hogy tiszteletdíjat kapjanak. Hozzátartozik persze, hogy ők azért általában mindegyikük olyan élethelyzetben van, hogy tényleg nincsenek rászorulva mondjuk erre a nettó 25-30 ezer forintra. Tehát a választások után, amikor egy egyeztető megbeszélésen találkoztunk, akkor ezt le is fixáltuk. És hát így volt ez az alakuló ülésen, hogy tulajdonképpen 7-2-re lett megszavazva, hogy ezen túl, tehát az SMS-ben is rögzítve van, hogy nincs tiszteletdíja a képviselőknek. Hát az a két képviselő, aki úgymond nem tartozott az eredeti csapathoz, ők egyébként nemmel szavaztak, de természetesen rájuk is érvényes ez a döntés innentől kezdve, hiszen ez többségi döntést igényelt, és az SMS így lett most elfogadva. Melyek azok a munkák, amiket egyből el kellett kezdeni a jelenlegi önkormányzatnak? Hogy az elején jeleztem, volt jó néhány olyan ügy, vagy van jó néhány olyan ügy, amiben úgymond belecsöppentem folyamatban lévő ügyek, de én most ezek közül egyet emelnék ki, ami tényleg nagy jelentőségű, a tanúszoda. Két nappal ezelőtt jártak itt az államtitkárságról Dala Tamás úr és munkatársai, és most már ki merem jelenteni, hogy jövő szeptemberben valóban meg fog nyitni a tanúszoda, megnyitjuk a tanúszodát, már tulajdonképpen készen van a látványterv, megvan a helyszín, a strandon lesz. A helyszínen annyit változtattunk, hogy az eredeti elképzelések szerint ez a nagy medencétől jobbra lett volna. Mi úgy döntöttünk a szakemberekkel, akik Budapestről jöttek, hogy ez tulajdonképpen az épület rá lesz telepítve a mostani két nagy medencére. Ott fog állni az épület, és további elképzeléseink is vannak, sőt már konkrét elképzeléseink, amik mögé úgy tűnik, hogy most már tudunk pénzt is tenni, hogy ott egy kis sportcentrum épüljön fel, egy méltó otthona lesz ott a röplabda csapatnak is. Tehát ez a régi strand és a futballpálya, illetve a futballpálya közötti terület 2-3 éven belül egy sportcentrum lesz Sümegen. Szabadtéri strand lesz? Igen, úgy tervezzük, hogy a tanúszoda elé építünk szabadtéri medencéket is.